Olyan magyar vállalkozó nő is lehetőséget kapott a bemutatkozásra, aki 11. éve Németországban él, és 8. éve vállalkozó. Az ott szerzett tudását, tapasztalatát szeretné átadni a vállalkozó kedvű nőknek, fiataloknak. Többek között a női életutakkal kapcsolatban is szeretne tanácsot adni a jelenlévőknek. Nyilván szerettem volna azzal az értékkel, amit én képviselek, hozzáadni ez a konferenciához, hiszen nagyon színes, nem csak Baranyából mindenhonnan jöttek, és hát ugye külföldről is én jöttem, és nyilván itt bemutatkozhatok. Pénzügyi vállalkozás mellett egészséget is képviselek, és így ezt szeretném így bemutatni a nagy közönségnek. Az Én Márka és Stílus Egyesület tavaly alakult. Fiatal nők és férfiak alapították. Az elnök Sóki Judit elmondta, céljuk egy olyan támogató közösség létrehozása, amelybe az érett 30-as, sőt 50-es korosztály életviteli gondjaira megkaphatja a választ. Legyen az egészség, család, munka, vagy éppen egy vállalkozás indítása. De az is lehet, hogy szívesen megújulna, vagy újra kezdene valaki valamit az életében. Én azt gondolom, hogy az, hogy én hogy érzem magam belülről, az látszani fog a külső. Is. Ezért ugye a konferencia előadói között is vannak önbizalom, magabiztosság témát fejlesztő kócsok, de hát ez is számít, hogy hogyan öltözöm, hogy önazonos vagyok-e, jól érzem-e magam a bőrömben, hogy hogyan élem meg a mindennapjaimat, tehát a stílus tanácsadás, a stílus is egy nagyon fontos terület, illetve az életmódunk, mert egyáltalán nem mindegy, hogy most a mai világban eleget mozdunk-e, eleget vagyunk friss levegőn, elég tápláló ételt veszünk-e magunkhoz. A konferencián minden témát fogunk venni, és az egyesületünk tevékenységében is ilyen tanácsadások folyamatosan működnek. Havonta tervezik a kapcsolatépítő és kapcsolattartó probléma átbeszélő közösségépítő találkozásokat. A stílus és magabiztosság női utak konferencián a testi és lelki egészség témáit, a stílust, a megújulást, életmódváltást érintő különböző kérdéseket vitatják meg. Előadóik nagyrészt pécsiek, baranyaiak, de Németországból, Lajos Komáromból, Budapestről, Kaposvárról is érkeznek. Az Én Márka és Stílus Nők Egymásért és a Jövő Generációjáért Egyesület 2023. júniusában alakult. Kiemelten segítik a fiatalokat, hogy felnőtt életüket jó alapokkal kezdhessék. A rendezvénynek Pécsen a Civil Közösségek Háza adott otthont.